Szásztok újra itt! Ajaj! Egyenesen mellettük vadvízi jeveztünk. Nem is evezés. Hiszen motorcsónakkal vagyunk és nincsen evezőnk. Újra kell tölteni ezt a szart, ha ellövök minden történt. Ez az R betű nem funkcionál valamiért. Ó, basszus, le fognak engem így rázni. Miért vannak tankok a vízben? Nem is akármilyen felrobbant tankok. Ó, telement vízzel a képem. Rohadt Little Bird. Fel fogják őket szedni? Mi a fasz, felvették? Oké, egyenesen tartom, legalábbis igyekszem. Jogi, lőd, gyerünk más... Price, tartom. Ügyes vagy. Jogi, igyekszem, nem megy. Mit csinálsz? Amit ha lerántotta volna, új, én kiestem, én nem kapaszkodott, szó. Még több hosszú és üres töltőképernyő. Lassabban nem tudsz betölteni játék? Esküszöm, konzolon sokkal gyorsabban betöltöttél. Na végre. Új van, hányd össze magad. Nővel hányjál még többet? Tudom, most csak a vizet öklendezi fel torkából, tüdejéből, de attól még tök mindegy. Konyhakés. Jaj. Nem tudom, hogy hol megyek, mert agyrázkódásom van. Ne. Nem éred meg azt, hogy megöljelek. Oké, neked meg üres a fegyvered, akkor téged sem nyílt, aki ott vagy, Shepard, te rohadék. Á, mellé. Én már majdnem elkaptam a rohadékot. Eltűnt a homokviharban. Most mit kell csinálni? Ez gyanús, miért telt el meg ott? Na nem, hogy felfogta az ütésemet. Új orba vágott, hogy rendbe jött a látásom. Ej. Szegény szópot is így elintézik a játékban ezek szerint. Na, most az atomrobbanásról beszél szerintem. Nem is csináltak volna. Nem, én igazából nem nagyon értem. Price a megmentőm. Ha... Másszunk. Mász. El kell érned a revolvert, vagy magnum, vagy mi az. Pedig már majdnem megvolt. Jó, miért kellett torba taposni? Nagyon rönnegeld ez a Shepard. Miért fejelgetik egymást? Price azt nem mondta, hogy Shepard le tud téged verni. Na idegesíts fel. Felhúzta és orba vágta. Nagyon durva. Nyomogatnom kell az F-et. Én nyomom. Gyerünk, húzd! Csak nem olyan nehéz kihúzni a kést a hasadba. Gyerünk, húzd, mert meg fog halni a... basszus, én nyomom. Utalak billentyűzeten így nyomogatni. Rohadt idegesítő. Sikerült. És igen, nagyon menően meg is tudtam fordítani. És most szépen fejbe dobom. Így egyenesen a szemébe. Viszont Price-szal nem tudom, mi történt.
Aj. Most mi történik? Price-nak vége? Engem hasba szúrtak, Elias nekem is vége? Most sejtett tőle el a képernyő. Ez egy tökéletes befejezés egy játéknak, nem? Tényleg. Ó! Rendben jött. Csak pár fogat veszített. Csak úgy ledobta magáról a lábát. Soap. Soap. Egy kívülálló milyen viccesnek találhatja, hogy szappanért ordítozik, miután összeverték. Mondd azt, hogy az Nikolaj. Ó. Ilyen cliffhangerrel befejezni a játékot nagyon jó volt 2009-ben, aztán 2011-ig várni a harmadik részre. Úgy bizony. Makarov még mindig odakint van. Vajon mi lesz a küldetésünk az MV3-ban, találjátok ki. Na. Itt szerintem, ja itt most csak ezt a múzeumos részt fogjuk látni a leteletőben. De ez semmi extra, bevallom nektek. Szerintem ti se akartok végignézni. Tényleg semmi extra. Nos kacok, nekem kifejezetten tetszik ez a játék. Nem a legjobb játék a világon, de azért szeretem. Ez az egyetlen egy véleményemről, nem tudok többet mondani. Na mindegy, köszönöm, megnéztétek ezt az egész végigjátszást. Majd jövök az MV3-mal, azután a Black Ops-szal, azután meg a Black Ops 2-t, hogyha kijön. Addig is sziasztok!